Az előbbiekben azt mutattam be, hogyan kell a search gombra kattintva automatikusan megkerestetni, illetve hozzáadni a kamerákat a programhoz. Most nézzük meg azt, hogyan lehet kézzel konfigurálni egy olyan kamerát, ami például nem a hálózatban van elhelyezve. Ha már létezik kameránk a listához hozzáadva, hiányzik az a három gomb, amit az elején láttunk, nem kell megijedni, jobb oldali gombban rákattintva hozzáadhatunk újabb kamerákat is. Válasszuk ki az F-Series-t. Az F-Series jelenti azt, ami gyakorlatilag a Foscan-nek, illetve az Apexisnek, az MJPEG chipkészletére épülő kameráknak az összessége. Tehát az FI 89 akármilyen sorszámú kamerák, vagy az APM-J 901 minden további nélkül használható az F beállítás mellett. Hasonlóan járunk el, adjunk egy nevet neki. Ez a kamera, amit most beállítok, Mohácson van elhelyezve, a polgármesteri hivatal által üzemeltetve. Nagyon fontos, hogy nem azt a címet kell ide beírni, ami az otthoni hálózatban szerepel, például nem a 192.168.1.104-es címet, hanem azt az IP címet, amit a szolgáltató a modemen keresztül az internet csatlakozásnak biztosít. És ezzel még nincsen vége, mert abban az esetben, ha egyedi portot használunk, be kell állítanunk a kettős pont után azt a portszámot is, amin keresztül el fogjuk tudni írni a kamerát. Ez jelen esetben a 8000-es port. Nyilván meg kell változtatnunk a felhasználói nevet, jelszót. Ez egy fix kamera, ez az FI 8904. Nem kell, hogy PTZ vezérlőket tudjunk használni, nem kell megforgatni a képet. Megnézhetjük, hogy helyesen volt-e beállítva, van. Nézzük meg, hogy hozzá tudunk-e férni a kamerának az élőképéhez. Nagyon fontos információ, de ezelőbb láttunk élőképet ezzel a felhasználóval, illetve a hozzátartozó jelszóval kaphatunk. De ami nagyon fontos, ha visszamegyünk a kamera optionsbe, hogy a get parancsnak a kiküldésére el fog utasítani bennünket a kamera, mert a Visitor nevű Visitor jelszó felhasználóval nem lehet lekérni semmilyen kamera beállítást a kameráról, csak élőkép nyerhető ki belőle. Ezzel a kamerával most nem szeretnénk mozgásérzékelést használni, mivel nem férünk hozzá a mozgásérzékelési jelnek a lekérhetőségéhez, csak folyamatos rögzítést tudunk beállítani. Adjunk hozzá egy folyamatos rögzítést MP4 tömörítéssel. Látszódik, hogy ez a kamera, amit először adtunk hozzá, az FI 8910V, ő mozgásérzékelésre is be van állítva, valamint folyamatos rögzítésre is be van állítva. A Mohácsinál nincs mozgásérzékelés, csak folyamatos rögzítés. Adjunk hozzá még egy kamerát, ugyancsak az F-Series, ez legyen az APM-J 901-VS. Ennek a címe viszont már trükkösebb, ugyanis ez nem egy fix IP címes kamera, hanem egy LinkedIn-es hostnévre van ráültetve. Ugyancsak van egyedi portszám hozzá. Tartozik egy felhasználó név jelszó ugyancsak a kamerához. Ő viszont már PTZ-s kamera. Kamera paraméterekhez, ha átmegyünk, a gettel le tudjuk kérni a beállításokat, tisztán látszik, hogy 640x480, 50 Hz-ben működik, stb. Állítsuk legérzékenyebbre itt is a mozgást, mozgásérzékelést, apply-jal küldjük vissza a kamerára, és most kifejezetten ne adjunk hozzá semmilyen rögzítési eseményt, hanem csináljuk a következőket. Menjünk át az FI 8910W-re, a Camera Options-t válaszok ki, és menjünk be az Alarming főre, itt találunk egy olyan gombot, amire ha rákattintunk, az itt szereplő tételeket átmásolja az összes kamerához. Ha átmegyünk a Record főre, ugyancsak kattintsunk erre a gombra, és ha szeretnénk azt, hogy az FI 8910-nek az összes paramétere megjelenjen a másik kettő kamerán is, akkor ugyancsak ki tudjuk írni. Ennyi volt, ha visszamegyünk, el tudjuk indítani a kamerának az élőképét, meg is jelent. Jobb oldali gombbal rákattintunk a Camera Options-re az APM-J 901-en, nézzük meg, hopp, már be is került
a mozgásérzékelési esemény, illetve a folyamatos rögzítési esemény a kamerának a paraméterei közé. Ennek az az előnye, hogy nem kell mindegyik kamerát egyedileg konfigurálni, hozzá kell adni szépen IP címek alapján a kamerákat, be kell állítani a felhasználó nevet jelszóval, és elegendő csak egy kamerát konfigurálni, és abból az egy kamerából mindegyikre kiírható a rögzítésnek a menete. Nyilván ennek akkor van jelentősége, ha nem 2-3 kamerát szeretnénk konfigurálni, hanem mondjuk 81-et, amit a kamera szoftverrel maximálisan támogat. Amint látszódik, az APM-J901 mozgásérzékelése, rögzítésre, hasonlóképpen az FI8910 is mozgásérzékelés folyamatos rögzítésre be van állítva, viszont a Mohácsinál nem tudunk mozgásérzékelést használni, mert a felhasználó névi ESZTO nincs ehhez megfelelő jogosultsággal bekonfigurálva. Viszont folyamatos rögzítés még így is lehet. Látunk néhány gombot, ami nagyon fontos. Mozgásérzékelés, kivehetjük, elindíthatjuk, folyamatos rögzítést megállíthatjuk, elindíthatjuk, készíthetünk belőle pillanatnyi képeket, amik ugyanúgy elmentésre kerülnek, kinyomtathatjuk, elmenthetjük bárhova, e-mailhez csatolhatjuk, ahogy szimpatikus, illetve egy gombnyomással mehetünk a kamerának a paramétereinek a konfigurálásához.